Na sziasztok, köszöntök újra ismételten mindenkit, Adam 99 vagyok, és akkor folytatnám is a Witcher legújabb kiegészítőjének a végigjátszását. Itt vagyunk tehát továbbra is Tosszantban, és most akkor egy kicsit a föltörténeti szár térnék vissza, hogy az előző részekben egy kis elkanyarodtunk, és inkább a mellékkülönítésekre összpontosítottam a figyelmemet. De most akkor visszatérünk a föltörténeti szára, és legelsősorban akkor ugye eljövünk ide a Mire Lasselungi temetőbe. Nagyon jól tettem ki, hogy olyan franciás neve van, tehát nem biztos. A francia accentusom az nem a legkiválóbb, és akkor még egy kicsit túloztam is ezzel. Szóval eljövünk ide a temetőbe, hogy találkozzunk vámpír barátunkkal, Régisszel, akinek valószínűleg vannak információja számunkra. A fő ellenségünkkel szembe. Közben egy olyan húsérő növényes szarságban már megint a temetőbe, úgyhogy bekenjük a kardunkat az olajjal. Melyik is volt, amelyik jó volt ellene? Most így hirtelen nem ugrik be. Tudom, hogy valamelyik ilyen olaj jó volt ellene. Elárkodott olaj, azt kell nekünk. Egészen pontosan. Úgyhogy gyerünk Geralt, és több mindig, hogy mondom, bár inkább Geraltnak, több is így hívják benne, mondta a játékba. Az anyádat, te szar, nem köpsz le, leváglak, szar rá. De most miért a Queen-en van, így mink kéne legyen, az túl ellene. Na, végre kidőlt a szar. Uha. Gólok. Hát ez nem jelentenek számunkra komolyabb kihívást. Hála az égnek. Na. Akkor valahol itt kell megkeresnünk Régiszt. Dominico Gonciarovski szerette a statisztikákat. Ez okozta a halálát. Érdekes, hogy okozhatta a halálát a statisztikák. Talán túlzottan sokat olvasott belőlük, és már beleerült a sok statisztikai adatba, vagy mi? Érdekes, azért vannak itt leírások a síroknál. Elég rendesen. Ide kéne bemenni. Elmélel, kopogtassunk. Regis! Damn it. Locked. No way I got the place wrong. This is it. Gotta be another way in around here. Aha, hát én gyanítom, hogy az a barlangbejárat, amit itt jelent is a térkép nekünk, az lesz az. Amire nekünk szükségünk van. Itt tudunk majd bemenni. Itt? Ja, itt le kéne ugranunk. Hát, gondolom vízon alattunk, vagy nem tudom, de ugorjunk be. Ha nem víz volt, de... Valami... Nem is tudom, milyen... pókszerű szarság van itt. Szörny szív. Megkérdezhetek, hogy mi volt ez? Mert nem írta ki. Ha ki is írta, akkor én ezt nem láttam. Kikimórok. Mik ezek? Tüzet nem szeretik, ahogy látom. Nem döglött meg? Ez felhajtotta magát. Ez mintha valami odul lenne számukra, vagy valami fészek. Azért próbál valamit szétégetni. Hogy véletlenül is még többbe ütközzünk. Maradt még egy ilyen gumószerű valami. Uha! Na, ez kellett még. Geralt kimondotta, jól mondta, ez csodálatos tényleg. Mondom, az a királynőjük, hogy nem tudom, hogy ezetni is mivel nem mindig a hangyáknál.
Kikimor harcos. Na, így is legyőztünk. Szörnypánc, az mi úgy jött a későbbiekben? Jól láttam. Na, most már remélem több nem fogja keseríteni itt az életünket. Na fákját, az gyújtsuk be, és akkor induljunk el itt a barlangban befele. Valami viszont van még itt. Valami van még itt, mert furcsa hangot ad ki. Közben nem tudunk tovább menni, mert be van omolva ez a járat, úgyhogy erre vagyunk kénytelenek tovább haladni. Az a gombák. Hát tipus lepukkant hely. Be van nőve itt minden. Uha. Pókálók. Különböző ilyen gyomnövények. Agreed to meet a vampire at a cemetery. How much more cliché can you get? Nothing comes readily to mind. Could have left the door unlatched. What of my privacy? I value it rather deeply. Unmolested, especially by unwanted guests, that's my preferred state. Besides, I knew you'd find a way to get in. True enough. Need to find your friend. I'm hoping you'll agree to help. I shall do whatever's in my power. Yet what you want or even need must matter little. What matters is what Detlaf wants. If he does not wish to be found, you will not find him. Ever. End of story. Come on. Gotta be some way. Vampires can evade detection by the senses, and no divination magic works on us. Even the most precise microscope would be useless. And this? Could this help? Wherever did you get that? Off one of the beast's victims, found by a bend in the river. Body was chopped in pieces. Three of those pieces were hands. Hand with the ring seemed the odd one out. Bruxa had taken an interest in it. It's Detlaf's hand, without a doubt. It will do splendidly. Na, ez egy jó hír. Aztán... A gyűrűnek van valamiféle jelentősége? Ring's pretty intriguing. Made of no metal I've ever seen. And the ornamentation. It comes from our home. Where we lived before the conjunction of spheres. It's actually mine. I received it from a dear old friend. You might call him a humanist. He saw us vampires as guests here. Guests who owe their hosts, meaning you humans and the elder races, respect. Respect? Meaning not to treat us like cattle to be slaughtered for food? Precisely. And the reason why I in turn gave it to Detlaf. To remind him of the ideals my old friend championed. Egyébként megemlítette azt, hogy ő a másik világhoz ők élnek, ugye ott kovácsolták ezt a gyűrűt. Ugye ez úgy volt annak idején, most ez egy kis Witcher történelem, hogy ugye van ez a szférák együttállása, aminek köszönhetően ugye megjelentek a szörnyek, és azon a lyukon, vagy hogy mondjam, tudom, azon a résen keresztül jutották át hozzánk a vámpírok is, kihasználva ezt a lehetőséget. De úgy tűnik, hogy mégsem annyira gonosz szándékúak, mint azt egyébként sejteni lehetett volna. Vagy legalábbis az emberek többsége sejti róluk. Legalábbis régész erre a bizonyíték. És mire akarod használni a kezét majd ennek a Detlafnak? The hand. What do you plan to do with it? You've heard of Kovinaris' theory of tissue memory retention. Rings a distant bell. Read about it in Alchemia Obliterata. There's a copy of Kaer Morhen, tattered, nearly disintegrated. But if memory serves, Kovinarius never managed to prove it worked. He did prove it, just never managed to publish his findings. He and I corresponded, you see, after we became friends. Thus, I know he completed his research and performed the first tests. It's complicated.
So without delving into details, it is possible to use any piece of tissue to reconstruct what a whole body experienced. How's it work? We need any special equipment? We must brew a decoction which Kobinaris gave a rather poetic name, resonance. Once imbibed, it sends one into a trance similar to that induced by narcotics. This triggers visions of events linked to strong emotions experienced by the tissue's owner. Picture it as dreaming a fragment of someone's life. Any chance we might see what Dedlof was doing just before he lost his hand? Indeed. Though I also hope resonance will reveal the location of Dedlof's hideout. Érdekes, hogy komolyabban belementünk itt a kémiába, vagy az alkémiába. Emléletileg ez a rezonancia nevű szernek a hatására a kéznek a korábbi életét, emlékeit valahogy fel tudjuk idézni, mert hogy azt ne kérdezik tőlem, elméletileg ez a Corvinus, vagy hogy nem tudom, valami ilyesmi volt a neve annak, akit megemlített, hogy a Régis, ő találta föl ezt a lehetőséget, ezt a kémiai kutatást, és ugye be is bizonyította, de végül nem tudta a publikum elé tárni, de úgy tűnik Régis tudja ennek a módját, hogyan kell ezt megcsinálni, úgyhogy bízhatunk benne. Úgyhogy készítsd el a főzetet nekünk. Kovinarius spent half his life proving Kovinarius, no, no, no. Wild guess. Making a dose of resonance won't be easy. You guess correctly. In addition to Detlaf's tissue, we shall need a powerful occipital lobe stimulant. Effectively a poison, to make one susceptible to visions. Well, got a few ingredients to choose from. Unfortunately, all are pretty rare. There's Mamoon glands, the closest ones I know of are in Vizima. A spotted white saliva would also serve, but they were culled to extinction over a century ago. Could go with a kobold's eyes, but the creatures are sentient. Rather not gouge one's eyes out. Given that we lack the time to sleuth this out ourselves, permit me to summon some help. Akkor nagy valószínűséggel mi leszünk azok, akinek össze kell szedni ezeket az adott hozzávalókat. Ó, közben nem volt a kéz. Nagyon komoly. Bár inkább ijesztő, és durva. Az egy holló? Vagy egy varjú? Hát inkább egy varjú lesz szerintem. Van egy pár itt a temető fölött. Ezeken a göcsörtös öreg fákon. What was that? A raven? Nem, holló volt mégis. A common sight at this latitude. Very intelligent fowl. I asked him to look for the creatures you mentioned. Him and his brethren. Perhaps they'll find one in the area. And I would hazard that a flock of ravens will spy any said creature faster than a solitary witcher would. With all due respect your skills, my friend. Oh, semmi gond. It will take them some time, nonetheless. So, perhaps you'd care for a snifter of mandrake. Hát, hogy nem is tudom. Én megmondom őszintén, annyira még nem bízok ebben a vámpírban. Nekem alapból vannak kétségeim a vámpírokkal szemben. Amúgy is soha nem szerettem ezeket a fantázia lényeket, mint a vámpírokat persze. Úgyhogy nem tudom. Régis ugye elméletileg régi barátja a Geraltnak, korábbról ismeri. Mondom, én ennyire nem vagyok benne mélyen a Witcher univerzumába. Úgyhogy valószínűleg valami könyvbe lehetett benne. Amiben Régis szerepelhetett, hiszen ugye elég sok Witcher regény megjelent, ugye Andrzej Sztrakhovszki tollából. És hát nem tudom, nekem a bizalmam még mindig nincs be teljes mértékben Régis felé, bár tény biztos vagyok benne, hogy ő nem olyan vampír, mint a legtöbbje. De én akkor azt mondom, hogy inkább most ezt kihagynám, és nem innék, hanem lepihennék egy kicsit. Not really in the mood for your concoctions. Especially given how they make you say things you'd rather keep to yourself. Remember that aspect very well. Geralt of Rivia, do I detect a guilty conscience? Word is, only those ashamed of the truth seek to conceal it. Not about to fall for that. Forget it. Need a nap, and that's how I'm gonna use this time. Így van. Elbeszéltük, megsértettük őt, de szerintem mindenki jól döntöttünk. De legalább a hollók elvégzik helyettünk a piszkos munkát, már feltem, hogy nekem kell majd összeszedni a dolgokat. De jól van, úgy tűnik, hogy a készítők nem untatnak minket majd ezzel.
Quite vampire-like, in fact. Are you absolutely certain they don't administer a few of our genes during the trial of the grasses? Nem valószínű. De azért köszi a bókot. Appreciate the compliment. Got something for me? You were right. No kobolds or mamoons for miles around. Knew it. Allow me to finish. You see, there's this spotted white. It haunts an abandoned residence in the Karaberta woods. Impossible. My brethren hunted down every last spotted white before I was born. Then it seems you must revise your knowledge of spotted whites. For somehow this one managed to survive your brethren's onslaught. Hmm. It seems I know this home it haunts. Recall a tale about it. Locals believe the place cursed. Perhaps that's how the white survived entirely unmolested. De ezt a Karaberta erdőt már láttuk ugye korábbi részben, ugye ott volt egy úgymond jelző, aminek köszönhetően tudtunk teleportálni, gyorsítani. Ugye ott volt tényleg egy, emlékszem, ott volt egy eléggé lepusztult, egy kicsit olyan kísértetiesen kinéző birtok település. Ha nem település, hát egy nagyobb épületről beszélünk. És hát nem volt túlságosan szívmerengető látvány, de úgy tűnik oda kell majd most ezúttal mennünk. És valami átok is sújthatja ezt a területet. Elméletileg a Dögrém, eléggé érdekes neve van, legalábbis nem sugall semmi jót. Tehát valószínűleg valami igencsak ocsmány döggel lesz dolgunk. De miféle átok lehet ez? Know anything else about this curse? I don't recall much in particular. Really don't attach much importance to such things. It was mentioned to me as an anecdote, no more. Come on, search your memory. Something, anything could be important. Hmm. I believe it had a relation to hunger, or perhaps greed, rapacity. Someone was punished for something. Textbook definition of a curse, pretty much. Sorry, Geralt. I try not to clutter my mind with the details of every far-fetched tale I happen to hear. Hmm. What are your thoughts? A specimen of a species thought long extinct, and a curse, in one place. That a coincidence, or are they related? Ah, professional curiosity. Personally, I've nothing against you delving into this dilemma, but please remember we need the white's saliva. Nothing beyond that. Hát azért gondolom, hogy ha már meg akarjuk szerezni a Dögrémnek a nyálát, akkor valószínűleg azért végezni is kell a bestiával. Legalábbis nem hinném, hogy mondjuk oda megyek, azt mondom neki, hogy a gyerek köpjél rám egy kis nyálat, azt adni fog, tehát bizonyára mindenképp össze kell majd csapni vele, és hát valahogy csak le kell győzni őt. Nem mondom, nem fogja önkéntesen odaadni nekünk a nyálából egy kis darabkát, úgyhogy a harc elkerülhetetlen véleményem szerint. De hát nem éppen a legkellemesebb küldetés lesz ez számunkra, legalábbis gyanítom így előre. Aztán lehet, hogy majd meglepetésben lesz részünk. Bár maga mondom, a Dögrém név már nem sejtett számomra túlságosan jókat. Whites rarely appear in the woods, even less likely to find them in abandoned human homes. They inhabit remote wildernesses, old abandoned cemeteries. What's your point? This might not be a spotted white after all. Your little helper might have made a mistake. I sincerely doubt it. Ravens are devilishly intelligent creatures, and they've highly developed observational skills. What exactly did they observe? The area around the estate. It's covered in spoons. Spoons? Spare me the skeptical smile. I'm but the bearer of this news. Or perhaps this spotted white is a hoarder. Or the spoons are somehow related to the curse. Érdekes. A holló nyilván biztos intelligens lények, most nem ezt mondom, de azért vannak a hollótnál jóval intelligensebb állatok is. De most a kanalaknak, amik ott körbeveszik, és amikor ott a fák ágairól lógnak le, hát nem tudom. Ugye én is láttam a kanalakat, most így emlékszek még rá, tehát megbírom erősíteni, úgymond a holónak az információját, de hát nem tudom, ennek bármi köze lenne. Na mindegy, bele kell várni, meg kell nézni, ki kell deríteni, tehát ez az első egyetlen dolog, ami előre vezethet minket ebben a rejtében és kérdésekben. Let's do this. Start making your decoction while I go get some saliva from that white. Use as
blood in its bruise. Do you imagine the White will simply sell you some? Worst case scenario, I'll bring you its salivary glands. They ought to do as well. For a moment there, I imagined you asking the White to spit into a vial. Quite amusing as a thought, but the salivary glands will do fine indeed. So, see you later. Yes, till later. I shall start by perusing some tomes. Tomes? Thought you were going to make this decoction. We require one last ingredient. Alas, obtaining it could prove a trifle toilsome. Thus, I hope to identify a suitable alternative. All right. Good luck. And to you, my friend. Tudja, hogy kedvet tartja Régis, vagy ahogy jónak látod. Mi meg akkor folytassuk utunkat. És akkor el kell menni arra a kísérteties és elhagyatott birtokra, területre, ami itt van lent, nyugaton, el délnyugaton, vagy inkább már akkor azt mondanám, hogy délen. Már nem, ez dél kell, bocsánat, nem is délnyugat, dél keleten. Valahogy, hát ide tudunk gyorsan teleportálni magunkat, ez megint csak nem jelent számunkra különösebb akadályt. Innen most szépen visszamegyünk ide az útjelzőhöz, és akkor gyorsodással oda is fogunk jutni pillanatok alatt. Na mi az? Mi az Isten? Támad ránk. Ó, viszont a bestáriumba elméletileg bekerült már előre ez a dögrém, ami persze azt sejteti egyértelműen, hogy nem egy egyszerű bestiáról beszélünk. Vannak itt ilyen erdőrémek. Aha, ilyen volt az, akit ez a grottóra, akit legyőztünk. De nekünk dögrém kell. Vannak itt minden. Ájszó, foltos dögrém. A foltos dögrém ellen legjobb oltalmunk a csend és a nyugalom. Ez egy dögrémügyi értekezésnek a töredéke Roderick Gligantől. A foltos dögrém a dögrémi alfaja, mely a vicserek jóvoltából gyakorlatilag kihalt. Nagyobb testű gyakori rokonánál nevét a bőri ételnítő foltotnak és bevérezéseknek köszönheti. Hát jó ronda a dög lehet, az egyszer biztos. A foltos dögrém az elhagyatott temetők és ember nem jött a rengetegek lakója, a lakalban kell azonban elhagyatott emberi lakhelyeken is megtalálható. Egyetlen igazi kedvelése, hogy saját váladékából kotványt készít. Ha nem érzi fenyegetve magát, fő szabályként nem agresszív. Ám ha magányban megzavarják, nagyon veszélyessé válhat. Amikor a hőmérséklet csökken, jellemzően mély letargiába esik. A vicserek állítólag megtalálták a biztos módszert elírtására, melyhez az irdenjel megfontolt alkalmazás jelenti a kulcsot, állításuk szerint legalábbis. Szóval az irdenjelet kell hozzá használni, de jó ellen az írni is legalábbis. A bestárium ezt mutatja, és nekrofág olajat kell kennünk majd a pengénkre. Itt van egy kép is. De rondák, te jó ég. Hát elég csúf egy dög, azt meg kell hagyni. Úgyhogy... hát nem ez lesz életem legjobb küldetése. Meg nem ez lesz életem legszebb áldozata se. Finoman szólva se. Úgyhogy... na hát vágjunk bele. Nem egy jó küldetés lesz ez. Ó, de megint itt vannak ezek a kutyák. Na vedd már elő Geralt ezt a kardot. Ha-ho. Most mit kábultál el, basszus? Na végre, de vedd már vissza elő! Ne iratod el! Geralt! Te büdös dög! Nem elég, megérkezik és már ezek támadnak itt rám! Te mennyi van, te jó egész falka! Anyátokat, hát... büdös dögök! Sokan vannak egyszer, ez a baj, áj is rám lövelik a mérgüket. Honnan került ennyi hirtelen ide, gondolom, hogy az erdőbe előszeretettel tanyáznak. Majd itt van a fészkük. Lakhelyük. Vagy fingom nincs, ezek tulajdonképpen hogy élhetnek, miként élhetnek, milyen az életmódjuk.
de őszintén szerelmes jelen nem is érdekel. És ahogy ugye a Holló előre közölte velünk, mint látható, kanalak lódnak a fákról, hát ez kissé olyan nyomasztó és előre rosszat sejtető érzés, mint amikor annak idején a görbelápi boszorkákhoz mentünk, és ott meg ugye mézes kalácsok lógtak le a fákról, kicsit olyan Jancsi és Juliska hangulatot árasztam magukból, csak éppen horrorisztikus verzióban. Hát ez a küldetés sem lesz éppen egy békés küldetés, véleményem szerint, és már most előre be is kenem akkor a kardomat ezzel a nekrofág olajjal. De elméletileg ez az, ami hatékony ezzel a dög ellen. Úgyhogy már ilyen sárgás fényben. Fénylik a kardnak a pengéje, az éle. És hát fú. A sense that the spoons are beating out some kind of rhythm, a message, trying to tell me something. Hát én nem tudom, Geralt, nekem nem üzennek semmit, nekem inkább azt üzennék, hogy minél hamarabb tűnjünk el innen. De hát jó van, muszáj megcsinálni ahhoz, hogy előre jussunk a történetben. De akkor se tetszik nekem ez a hely. Nagyon-nagyon nem tetszik nekem ez a hely. Legyünk rajta mi hamarabb túl, és akkor minden rendben lesz. Találjuk meg ezt a dögöt. None shall sit and dine with you at your table. No spoon you have shall say to you. Never again shall you wish to spy your reflection in the mirror. Sounds like a curse, all right. Megint egy átok. Hát, lehet, hogy mégiscsak igaz volt az ott Ostentról való. Somebody's clearly obsessed. Regis mentioned the place might be beszédek. Can't be a coincidence. Need to look around. Hiszen ugye azt írták, hogy ne tévesszen meg bennünket a tosszanti gyönyörűséges külső, hiszen a hátsó szándékokban eléggé sötét és véres titok lapozik, vagy lakozik. Igen, azért Tosztának nem minden része olyan gyönyörű és fenséges, ezt láthatjuk most is, tehát ez egy tökéletes példa erre ez a helyszín. Egy ilyen nyomasztó, horrorisztikus hely. Én sosem bírtam annyira az ilyeneket, de hát most mondom, nem tudunk mit tenni. Be kell mennünk az épületbe. Hát mondjuk mit vártunk, Geralt, tehát most... Hát egy kanál. Real collector, thoroughbred. Hát vannak egyébként emberek között is ilyenek, nem is tudom pontosan, hogy is nevezik az ilyen embert, aki egyébként a szemetet gyűjti magával, és nem tud semmitől megszabadulni. Vannak ilyenek, de úgy tűnik, hogy ez még durvább is itt. A kandallónak itt a hadagoló része. Megsárgult naplót rejt. Húha, utóbbi napokban gyakorta fog ez szédülés. Korábban soha nem tapasztaltam ilyet. Ha ez így megy tovább, akár hogy idegenkedem a varázslattól és a boszorkányságtól, fel kell keresnem egy herbalistát. A szédülés nem múlt el. És most már fájdalom is társul hozzá. Néha olyan erős, hogy a látásom is elhomályosul. Voltam a herbalistánál, a visszataszító banya úgy nézett rám, mint a szörnyeteget látna. Adott nekem valami átkozott keveréket, amit naponta kétszer kell innom, egyáltalán nem segít. Mikor ma reggel tükörben néztem, elállt a szavam. Azt szoktam nézni, nincsenek-e szarkalábak vagy társak a szemem körül, de ma szarkalábak nincsenek, de bár lennének, szőrösödik a mellem. Ez iszonyú. Bit rohadt növények teszik. Ez egy nő írta egyébként? Majd ahogy szőrösödik a mellem. Elmentem a füves asszonyhoz, hogy leverjem az arcát, de a tanyája üres volt, nyilván tudta, hogy ez lesz a vége, és kereket holdott. A családom kezd gyanakodni, bár rendszeresen vágom a szőrömet, egyre gyorsabban és gyorsabban nő. Próbáltam a gondolatot kiverni a fejemből, de nem fog menni, azt hiszem. Lehet, hogy nem is, hogy új növények teszik, hogy átkorpondott rám az a vén koldus, akit nemrég elkergettem. Muszáj megtudnom, kéne valaki, aki megkeresi a füves asszonyt. Nem forog az agyom, és az írás is nehezemre esik. Magány, nincs család, éjség, enni akarok. Nem jó kanál, üres kanalak, semmi, éjség, fáj, tükör, hazugságok, nem. Áh! Hát,
Úgy tűnik tényleg becsavarodott teljes mértékben az adott illető. Realized she was changing into a monster. Recorded it in her diary. Poignant. Hát igen, ezt remekül mondott Geralt, valóban megrémítő. Vagy maga az egész hely is az. You have shall say to you. Whatever lives here treated that literally. Still searching for the right spoon. Aha. Skeletons. Doubt they came here willingly. This have anything to do with the curse? None shall sit and dine with you at your table. It makes sense. Érdekes. Vagy inkább rémisztő. Right arm bit right off. Teeth unlocked out. Somebody tried to force feed him. Elég komoly. És rémisztő. Nem tetszik ez nekem. Én lemegyünk ide. Tehát lépcső vezet lefele. Elegem van ebből a helyből. Bit atypical, but still. Cauldron should be somewhere around here. Spoon, pretty ordinary. Maybe a little old. Hát, csomó kanál van itt. Another spoon. Yep, just as normal as the last one. Cauldron I was looking for. White's not particularly tidy. Table's set. White, who lives here, is getting ready for some sort of feast. Cauldron's empty, unfortunately. We just need some brew. Afraid he won't get that. No choice but to hide and wait for the saliva glands and their bearer. Need a spot that'll let me observe the cauldron. White that lives here, definitely afflicted by a curse, and it's been trying desperately to lift it. Hát elbújunk akkor ezen szekrénybe, és várjuk a szörnyeteget, hogy megjöjjön, és lecsapassuk rá. Lélegzet visszafolytva várjuk a pillanatot. Ajjúj. Úgy tűnik megjött. Fú, jó ronda vagy. Ez elég buszustalan egy dög. Van, Geralt, ne várjunk tovább, végezzünk vele. Az lesz a legjobb. Nézni sem bírom a látványát, de szerintem kiszúrt minket, vagy most érez valamit. Próbáljuk megtörni az átkot. Gonna hurt you. Wanna help? I've seen the words of the curse on the walls. Think I know how to lift it. Well, hey, good luck. Good luck. Azért választom ezt a módszert, mert nem akarok veled összecsapni. Csupán szeretném az átkot megtörni. Kompromisszumot akarok kötni veled. You tried to bring folk here, convince them to sit at the table with you, right? Well, I'm gonna be your guest now. Your willing guest. Úgy tűnik értünk, mire gondolunk, vagy mi szeretnénk. Jó a rémség, ülj le és foglalj te is helyet. Nem tudom, egyébként érdekes, kicsit olyan, mint a valami kutya lenne egyébként, csak ilyen szörnyen rémisztő külsővel. Az átok szó szerint
Senki ne ülhessen az asztalodhoz, hogy véled vacsorázzon. Ne legyen kanál, méhet csillapítja, égképeket a tükörben többé nem láthatod. Nem láthatod, ne láthasd. Hát, nem tudom. Együnk kanalak nélkül. We can't use spoons. No, that won't work. You've been looking for a spoon that would feed you, but there's no such spoon. We need to eat without spoons. Nincs kanál. Tedd le szépen. Úgyné. Uha. Open your eyes. You need to see your likeness. Úgy tűnik Geralt, aki itt megfeküdt a gyomrát a dolog. Nem is kicsit, nagyon. De lehet, hogy működött a varázslat. És kezd megtörni az átok. Szegény Geralt, hogy néz ki. Mutáció az komoly ilyenkor. Think it worked, just not quite like I expected. Need to see what happened to the white. Won't be hard to find the stench. Lent, ha lent van, akkor nem kell följönni. Hát mindegy, kíváncsi vagyok, mi lett ezzel a rohadékkal. Ide jött valahova, pedig följött. Akkor miért azt mutatja, hogy lent? Mikor biztos, hogy följött. Hát kifutott. De hova ment? Megint ezek a bargesztek. Elveszítettük a szagot. Na, erre, erre. Jól van, itt kell, hogy valahol legyen. Merre mentél? Megint bárgeztek. Takarodjatok innen! Belőlem nem kaptok. Azt el is felejtettem. Erre ment. Újabb Bargeszt, remek. Vidős korcsok vagytok, mint. Hova ment a dögrém? Jól elfutott. Aha, idáig jutott. Easy, not gonna hurt you. Csak nem átváltott a lánya. I must eat. Ah, de hogy nem. Na, nem is olyan lány, tehát már kicsit idősebbnek tűnik. Akkor ezért értett bennünket. Mert valójában ő nem is ez a szörny volt. Hanem valójában egy ember. Akkor már minden világos, és akkor tényleg igaz az állítás, hogy a Witcherek tényleg megölték az összes ilyen dögrémet korábban. Úgyhogy ő nem is egy dögrém volt, csupán az átok hatására vált azzá. So I took her by the hand and led her here. Seemed the only sensible place for her. You did the right thing, sir. She should recover quickly here. Don't worry, sir. I shall see to everything. She is safe here and in good hands. She'll soon be back on her feet. Köszi, Bibi. Might actually take a while. She hadn't eaten anything in over 100 years when I found her. Horrid. Whatever brought this about? Hát... egy átok volt. Told me her story on the way here. Her name's Marlena. She was once the very beautiful and proud heiress to the Trastamara estate. One evening, when she was holding a banquet for friends, a beggar came to her gate seeking alms. He had a bowl and a spoon with him. He sat outside her fence and waited. I've heard of the custom. An ancient rite of hospitality that obliges one to give food and drink to such a guest lest he depart hungry. To neglect the custom
is to bring great misfortune down upon us. Marlena didn't care a whit for the old customs. She drove the man off, saying she'd rather feed the leftovers from her feast to her dogs than to give the beggar anything. The beggar then broke his spoon, cast a curse. She was beautiful, so he said she'd never wish to look at herself in the mirror again. Since she adored feasts, he swore no one would ever wish to sit and dine with her. And as she even refused him the crumbs from her table, he swore she'd never find a spoon in the world that would sate her hunger. A harsh punishment. I imagine lifting the curse was hardly simple. Hát, sokat agyaltunk rajta, de végül csak összejött. Curses are tricky. They play on irony. Always gotta figure out what the catch is. Marlena had spent decades looking for a way to lift it. Transformed into a white, she stole spoons and lured folk into her home, trying each time to get them to dine with her. Didn't work. So what did? Someone had to sit down and share a meal with her, of their own free will. They had to eat without using spoons, and make her look at her reflection. That's it? That was all it required? Simplest solutions are sometimes the last that come to mind. Besides, when you're a white, it's pretty damn hard to find willing human company for a feast. I imagine so. But, most importantly, it is now over. Please, don't worry. She will be in good hands here. Hát szerencsétlennek azért biztos, hogy jó néhány napig biztos enni fog. Legalábbis jó néhány élelemre lesz szükségünk, vagy elég komoly élelem adatra lesz szükségünk ahhoz, hogy jól lakjon szerencsétlen. Évtizede nem evett, vagy évszázadva? De jó ég, nagyon durva. Azt a mindenit. Ez érdekes sztori volt. Meg kell hagyni. Thanks. Gotta get back to my business now. See you soon. Azért rátartom, hogy mindig eléggé ronda. Azért ez a lötty, amit meg kellett innia ott a... dögrémnél. Az igen, csak komoly hatással volt szerencsétlenre. Na, de akkor menjünk ide az útjelzőhöz. Az, hogy itt Corvo Biancóban is van egy ilyen. Erre is van? Ahol itt kellene... Á, ott van. Sem mutatja a térkép. Is! Áj, Geralt, ne ragadj már be ide! És akkor menjünk vissza Régishez, és akkor közöljük vele a jó hírt, hogy... megvan, ami kellett nekünk, úgyhogy a... főzethez, amit végül is készíteni szeretnénk, minden alapanyag megvan, minden készen áll, szóval folytathatjuk utunkat. És ezáltal is közelebb kerülhetünk majd Dartlofhoz. Na, legalább most már ki van nyitva ez az ajtó, és így tudunk itt egyszerűen gyorsan menni. Jó, van, az kint van. Nem bent. Régész, merre is vagy? Tulajdonképpen most így nem is látom őt. Ja, itt fönt. Hát, de nem laknék itt. You've clearly honed your sense of humor. But we are not cannibals, Geralt. I took a fragment of tissue from the hand. It will suffice to prepare some residence. What did you do with the rest? I cremated it, as our codex commands. The raven told me you'd acquired the necessary ingredient. Is van. Hasznosak ezek a hollók. Pretty helpful creatures. Calling them often? I try not to overdo it. But they can be so useful, as they were now. When I merely needed to be sure I could arrive in time should things go sour. Managed fine alone, but thanks for the thought. Gonna need much longer to finish brewing resonance. Mentioned a last ingredient too. What about that? That, I fear, might prove troublesome. You see, to use the concoction to summon the memories of one, the solution must contain the blood of another specimen of the same species. Shouldn't be a problem. I happen to know a higher vampire who should be willing to help. Right, Regis? It's not that simple, I'm afraid. While you were away, I tried my damnedest to identify a replacement, but alas, none such exists. Not sure I understand what the problem is.
Can't we just draw some of your blood? The blood must be in an agitated state. As I'm certain you know, higher vampires can change their corporeal shell. As our flesh changes, so does our blood's chemical composition. To make a long story short, I shall need to induce in myself a state of strong psychokinetic arousal. In brief, madness, rabidity. And that stands to be very, very dangerous. Jól van, nem kell győzködnöd, értem én, hogy veszélyes lenne tőled vért venni. De akkor tulajdonképpen mi lenne a megoldás? Hogy akarod kiváltani ezt az állapotot? Alright, so what do you want to do? We shall visit Teshem Mutna, an ancient vampire estate. There we will find cages suspended in the air. I will enter one, be confined. You will lure beasts there. Beasts you will then kill. The bloodletting should prove profuse. Abundant enough so that the blood scent will drive me mad, wild. Hűha. Érdekes. Érdekes lesz. Ez a Teshem Mutna. Mesélj erről. Mi ez a hely? Teshem Mutna. What's it like? It is a place of torment. A torture chamber. Long ago, shortly after we'd arrived in this world, one among us named Kagmar developed such a taste and lust for human blood that in one night he could imbibe an entire village. This brought trouble on the entire species. Common folk wearied quickly of living in constant fear. They began to hunt us, seek the aid of mages and witches in tracking us down. So what? Not like they could ever hope to kill you. But they were bothersome. Forgive the comparison, but when did you last enjoy mosquitoes buzzing around your head? In any case, the other vampires decided something had to be done. Kagmar had to be caught and punished. A torture chamber was thus outfitted in the dungeons of Teshem Mutna. Inside it, a cage made entirely of a special alloy of silver, dalvinite, and meteorite steel. Kagmar was captured and locked in the cage, sat there over 2 centuries, driven to fury time after time, never able to escape. Thus I know the cage will withstand the fury to which we shall drive my humble being. Hát akkor gyerünk erre az ismeretlen igencsak kecsegtető helyre. Tűnik mostanában igencsak érdekes helyekre kalauzol el bennünket a játék, de hát jó van. Valamit valamiért, ugye tartja a mondás. Ahhoz, hogy elérjük a célunkat, ezeken a nehézségeken és förtelemes helyeken is végig kell haladnunk, és meg kell vívnunk az útunknak a harcát. Úgyhogy gyerünk, induljunk. See no reason to dawdle. Teshem Mutna. Take me there. In a moment. Just one last thing. Mi volna az? What was that? Blood. Oh, the last favor the raven did me. I've also taken some sangurium, a solution that sharpens one's sense of smell. One drop of blood shall smell like a gallon to me now. You crazy? You're a recovering addict. Your outrage warms my heart, Geralt. You must remain calm. I have no choice. As things stand, the die is cast. High time we set off for Teshem Mutna. My head's spinning already, and you're... Akkor valóban haladjunk. And you're starting to scare me. Még itt a végén megkíván bennünket. Na, Teshem Mutna. Ez nem az a vár, ahol már korábban jártunk egyszer. Gyanítom, hogy az lenne. Bár... nem tudom. Nem. Nem biztos, hogy ez az. We have arrived. The sacrificial chamber of torture and torment lies on the ground. Ja, a föld arra nyilván nem jártunk. Biztos vagy te ebbe? Jó dolog lesz ez így. Mert nekem nagyon nem tetszik. Sure you know what you're doing. I can only hope I do. Please, let's go.
The longer we delay, the less control I shall have of my faculties. I'd really prefer not to hurt you. Hát én sem szeretném. Már nagyon reméli. Tehát magyarul ő se tudja biztosra mondani, hogy működni fog ez a dolog. Ez inkább a gáz ebbe. De hát előbb-utóbb mindenre sor kerül, és minden kérdésünkre meg fogjuk kapni a választ, úgyhogy induljunk. You lead. Mit kezdek ezzel a hullával? Skurvers must be getting close to their feeding ground. Correct. I told you there'd be danger. Hát, nyomj, hozzá vagyok már visszakva a veszélyekhez. Beyond this wall lies an ancient vampire dungeon. Seen a lot of things in my time. Nothing quite like this, though. My, I feel honored. A man with such a wealth of experience, yet I'm about to show him something new. Now, to open it. Remélem, azt már tudod csinálni. Jó, úgy tűnik, működni fog. Egy karsú hintással megoldott a régisz. Ez gyors volt. It's an ancient form of protection against unwanted guests. Na, csak utánod. Which releases the latch reacts only to a higher vampire's blood. Tricky mechanisms. A vampire hideout. Fortified, secured. Must have been important to your species once, Toussaint. It shall always be so. During the conjunction, the gate from our world to this one opened upon this land and no other. This was the first place. Értékes holmik vannak egyébként itt, úgyhogy nem árt odafigyelni, nyitott szemmel járni. Azért megvárhatná régis. Elég elrohant. Húha. Érdekel, különböző szimbólumok, jelképek. Aha, különböző vampír fajtáknak a jelképei. Disgraceful, excruciatingly so, this particular page from our history. I'd rather not summon them. Whose is this glyph? Aha. Szóval ez lenne az, amit kerestünk. Charming place. But what are all those cages for? Mentioned one vampire being kept here. Yes, well... You see, humanitarians is something my ancestors were not. They concluded Kagmar would best be punished if he were tormented with the scent of blood he could not taste. Thus, they also kept humans here. Humans whose blood they slowly let. Kagmar ranted and raged in pain as those humans slowly bled to death. They treated them like livestock, live bait. I'd like to be able to turn back time, deny it, but I can do neither. Feel shame for my brethren. That is all I can do. Don't take it so hard. Nothing you could have done about it. Let's get to work. Well, that was awkward. Fine. I prepared the bait. Please be so kind and place it. Ideally at the tunnel entrances. The scent will spread most effectively then. Jó, jó, megjelenném a munka része, mi? Na jó van. Monsters will come. Catch it sent more quickly. Charlie elhelyezése. He's got here. Send shivers. Egy megvan, maradt még három. The place reeked of death and it attracted necrophages. Itt hova kéne tennem? Talán arrébb kéne tolnom ezeket. Aha. A lökés hullám hatására szétrobbantak a hordók, visszaváltok Ignire mindeközben, és itt itt van a helye. Three done, one left. Think this'll work? I certainly hope so. I mean, stench is so thick, I wager it carries clear to Novigrad. Na, akkor vágjunk bele.
I ready to fight. Indul haza menet. Bait said, but now? I shall enter the cage. You must chain me inside. The bars are made of an alloy that will prevent me from transforming into mist. Kinda thought you wouldn't want to. I shall be in great pain. My sole thought being to stop that pain. I cannot know what I will do. Bármennyire is nem bízok annyira ebben a régészben, most mégis kicsit sajnálom szegényt. Viszont jobb, ha felkészülünk itt a harcra, mert érkezik a bestia banda. De nem tudom, be tudom még kenni a brengémet egy kis nekrofág olajjal. Akkor kezdődjön a játék. Főjátékosunk, Rivia Geralt, ellenfelei pedig. Hát még jó kérdés, hogy mik. Na én bekenem akkor mindegy, ezt a kardot most kell nekrofág olajjal. Ez nem az, ez elátkolt olaj. Ez kell nekem. Na. Gyertek. Rendben. Ezt szétdurannak, azt elfelejtettem. Arrém! Á, jó, sok mindent küldenek ám ránk. Na gyertek ti, mocsadékok. Nem meg annyi. Húha. Ez komolyabb, mint gondoltuk. Régis pedig egyre komolyabban veszi a dühöt. Tűnik működik a dolog. Geralt, remélem kardozol fléderek újfajta szörnyfajta. Ajjajjajj! Arrébb beszélj durran. Uff. Minden van itt, ami csak kell nektek. Na, hogy már megöljen engem itt, te fléder. Na, éppen szerencsénk van. Tűnik működik. Jó rondák ezek is. Na, menekül a gyáva féreg. Fussál csak. Na, Régis. Hú, mekkora karmai vannak. Most szerzünk tőle egy kis vért. És meg is volnánk. Most pedig higgadj le, barátom. Minden rendben lesz, ne aggódj. Nyugodj. Néhány órával később, tehát reméljük minden rendben van, és úgy tűnik, hogy Régis visszatért a normális emberi alakjába. De eléggé kimerült szerencsétlen. Ah, meg ne hajj nekem itt. Gyerünk, Régis, talpra kell állni. Nekül ez nem sikerül a dolog. Fontos eleme vagy tervünknek. You can't finish it in this state. Tell me how. I'll help you. Akkor is ránk maradt szokás szerint. Na, valamivel később, ismét Régisnek a bázisán vagyunk, vagy lakhelyén. Far from ideal. And some time must pass before I fully recover. But yes, a bit better, thank you. Hát igazán nincs mit. Elkészültem a főzettel. Resonance, it's ready. Are you certain you followed the formula? The proportions were exact. The brewing time precise. This is profi vagyok, ne aggódj. The slightest deviation could cost even a witcher dearly. Relax. Got some experience brewing potions. Very well. In that case, let's begin. Na, erre kíváncsi leszek, hogy működik-e.
beválik-e a hatása. Eme rezonancia főzetnek. Nagyon remélem, hogy be fog válni. Vagy leginkább arra veszek kérdés, hogy mi fog történni, ha mégis működik. Mert még ezt nem tudom elképzelni, hogy akart, hogy gondolják ezt, de előbb-utóbb ki fog derülni. Úha! Geráltnak is elég komoly fájdalmai vannak. Aha, itt van. Darzaf. Excuse me. I shall only take a moment. You jumped the queue, sir. But Count, sir, you must understand. I've a meeting. The Count... Sir, you were next. Please, take a seat. This gentleman was here first. Step down or you shall regret it. Ah, fails to realize he was your friend, Count. Azt próbálja lefelezni magát, bár nem olyan könnyű, azt láthatjuk. Aha. Tűnik ez egy kocsma. It was then I ordered him to give up his seat and step off the stand. If only you'd seen his face. We got him good, didn't we, Detlev? Mirány azon a kártyalapon. And then mother insisted we buy the mill. Curious, eh? At least I've a yarn to spin for friends and associates. Forgive me. What? Szóval eléggé megőrül, szerencsétlen. Ott a kéz. Így került hát bele a patakba, amit ugye megtaláltunk még a legelső részben. Hát te öltöd meg. Hiába nézed. Csak nem lenne ki ismered furulásodban. Bár nem hinném. Na. Na, jól láttuk a múltat. Awake at last. You ride like a squirrel caught in a snare. I'd begun to fear they were death throes. That you'd... departed. Na, de kemény fába vágtak engem. Sure wasn't pleasant. But it worked. What did you see? Delacroix. His death did not come easy. Seems Detlev had made friends with him. Still killed him. Chopped up his corpse. And he was overcome with fury. Remorse. Cut off the hand that had committed the murder. Interesting. And entirely unlike the Detlev I know. See anything else? Láttam, hogyan ismerkedett meg. Detlev Delacroix-val. Saw a moment. Delacroix did something selfless. Was kind to Detlev. Guess it could have been the start of their friendship. Why the uncertainty? Nothing extraordinary about it. Normal everyday situation, really. Visions were supposed to issue from strong emotions. Clearly the situation provoked such emotions in Detlev. Keep in mind, he did later murder Delacroix. Killing someone who's grown dear to us, it's bound to elicit strong emotion. Vampires are no different in that regard. Did you see anything else? A vízióm egy cipőpucolóval kezdődött és végződött. Tehát ő legyen a kapocs a sztori folytatásával ezek szerint. There
was something. Showed up twice in the vision. The bootblack stand. Dedlau first met Delacroix there. Went back after the murder, actually. Peculiar. Stand was somewhere in the port district. And the bootblack acted as if he knew Dedlau. That would be even odder. Perhaps we should have a chat with the lad. Though I would expect no breakthroughs. It's our only lead. I'll go talk to him. Coming with. I shall join you later if it's no trouble. I don't yet feel strong enough to venture out. That's fair. Rest up. Be back as soon as I learn anything. Na, hát akkor megvan a nyomunk. Megvan a nyom, amin elindulhatunk. És ez egy jó hír. Ez egy igencsak jó hír. Keresd meg a vízióba álltad cipőpucolót. Gondolom, hogy címe pedig nem más, mint ahol fát vágnak, hullik a forgács. Na, tűnjünk el innen. Be a városba. Be Clark kikötőjébe. Valahol ott kell lenni ennek a cipőpucoló fiúnak. Kicsit meditáljunk. Az most nem árthat. Meg eltehetjük végre a fákját. Erre már nincsen most szükségünk jelenleg. A nap is följött. Ott tényleg itt is vannak ám kurtizánok. Majd most megjelennek. Hát én még nem találkoztam egyel se. De lehet, hogy majd lesznek itt még. Sőt, szerintem biztos, hogy egy bordélyház is megjelenik majd a környékem. Azzal pedig majd szépen becekintünk előbb vagy utóbb. Itt lesz. So how would you explain it? Whether it pours for a week or the sun bakes our pates, we've always mud up to our ankles here. You can't blame me for Beauclerc's fickle weather. Fickle weather? I've seen you. You empty your chamber pot in front of our shop each morn, so folks will dirty their boots, go to you to get them cleaned. A far-fetched conspiracy theory, sirs. I'll conspire to welt your bum with my belt. Come here. Leave him alone. Just who the spit are you? Én? De az nem rád tartozik, haver. All you need to know is, long as I'm here, you're not gonna touch the boy. Is that so? Then we'll come find him once you're gone. Try it, and I'll find you. Is that a threat? Yep. Leave the kid be and piss off. Oh no! No northern sheep Dittler insults us! We'll pummel the swine first, then spank the piglet! Get him! Na gyertek! Csak nagy csalódni kelljen. Ennyit rólatok. Bénák. Csak a pofátok olyan nagy. De amúgy... senkik vagytok. What's the meaning of this? The brawl? Who started it? I'm investigating the beast, on the Duchess's orders. Ah, yes. We've heard of you. And these men. What are they doing? Gátolják a nyomozásomat. Obstructing my investigation. Understood. Right. A few days in the clink ought to teach them not to impede official duchy business. Come on. Köszönöm, biztos urak. Na, velük se kell többet már törődnünk, beszélhetünk a fiúval. You're very good with your fist, sir. Wouldn't be looking for work, would you? We'd make a fine duo. Valóban így gondolod? Miféle páros? Yeah? How you imagine that working? Splendidly. That's how. I suggest a partnership. Where I see to the boots while you stand guard. And as you're the stronger, come morn you'd take the chamber pot out and help me make mud. Bit about the mud's true. They were right to want to box your ears. I've got to make a living somehow. So, what say you, sir? Partners?
Let me think about it. Detlefról akarlak kérdezni téged, fiam. Tudsz-e róla valamit? Listen, I'm interested in a certain gentleman. Wait, wait! Before we get to talking, please, take a seat. But my boots are clean. In this city, no boots are clean unless they've just come off my stunt. A seat, sir, please. Ahogy óhajtod. So then, who was it you wanted to ask about? One of your patrons. Tall, elegant black frock. Not from around here. An arrival? Hmm, indeed. I hear a faint bell ringing. A modest sum might make it sing out loud and clear. How much? Let's say 500 krons. What? Gotta be kidding me. What would you even do with that kind of coin? Expand my venture. I'm sure you can imagine. Have a proper stand with a big sign. I want a new box too. New polishes, new brushes. And if I've enough coin left, I'll buy a share in a launderer's. Get wastewater for free. Got it all planned out. I should think so. Capital is all I require. Oh, anyway. A szükséges káprázat szintűnek a második szintje nincsen meg, úgyhogy nem tudom, úgymond megbabonázni szerencsétlent. Nem muszáj lesz tárgyalni vele. All right. Let's see if we can't figure something out. Hát azért 500-at biztos nem adok neki, azt elfelejtheti. Hát egyezünk meg egy 380-ban. Nézd már a kis nagyot akarót. Akkor 400, de lejjebb nem megyek. It's not quite. I don't know. Ez sem elég neked? Te kis pénzéhes. Ú, ez nem csoda. Szépséges. Amazon megy végig ott az utcán. Akkor 442, de mondom, lejjebb nem viszem. I can agree to that. 1,000 thanks. I shan't forget it. Now to the matter at hand. I know the fellow you seek, though I don't know his name. A steady patron, gets his boots cleaned every few days. He's very good to me. Always pays me a premium. Know where I might find him? No. But you could wait here. Perhaps he'll stop by. Don't have the time for that. Sure you don't know where to find him? Or maybe notice which direction he came from? When I clean boots, sir, I do not look up to see where folk come from. I clean. It seems you're having a rough go of it. Oh, you're here. Feeling better? I am, thank you. The local necropolis. The air does wonders for me. Now, if I might intercede, I dare say I've the right question to ask. Young man, you see this vial? One drop added to your boot polish will help you wipe even the most encrusted boot clean as the dome of St. Lebioda's Cathedral. With it, you will serve 3 times as many patrons at a fraction of the effort, and piles more coin. I am prepared to give you this vial if you tell me where the man we seek lives. But you won't hurt him, will you? The gentleman's art, true, but he's kind. In point of fact, he's a friend. Yet we had a falling out of sorts and would like to straighten matters out. I leave his boots at the door of a house near the port. The door is red, but I do not know if the gentleman lives there. Worth checking. Might happen on a lead. Would you let me scrape the dirt off your kickers before you go? With all due respect, sirs, your boots could stand a cleaning. Thank you. Perhaps later. Egész jól járt a kisfiú. Lehet, hogy jobban jártunk volna, nem adtuk volna neki pénzt. De hát jó, most ezt ő húzta a hasznot ebből. Meg persze mi is azért. That's the trick to dealing with children. Yeah, saw that. Meaning the right thing to bribe them with. Akkor gyerünk, keressük meg ezt a
Hát ott, ahol lesz ott a cipőket. De most kövessük a régiszt. Oké, mert hát tudja, hogy merre van. Itt is van. Hallok. Nem lehet, hogy a célszemélyünk használja őket. Egy gyerek volt. Csak a cégér alapján. You might just as well stand out in the street, pound on a drum and holler, Detlaf, I'm coming for you. A bit more finesse, I implore you. Let's hear your idea. Give me a moment. Ja, hát én azért nem tudok ilyet, úgyhogy azért... Ilyet ne várjál, de... Ever considered becoming a burglar? Skill like that would come in awful handy. I considered it briefly, but ultimately concluded it would be terribly dull. Come. Jaj, unalmas lenne. Na, jó kis parost alkottunk régisszel. Mennyi holló van itt a háztetőn. Hát érzem, szerintem ezeket Detlaf irányítja. Ami kis játék volt lenne. Ez is nem szerint. Sense him. No, he's not here, but he was here recently. His scent is still strong. Let's look around. Akkor lehetne ményem, úgyhogy nézzünk is körül. Valahogy itt kell lennie. Na, közben 44-es szinten vagyunk már, remek. Old toy. No use to anyone. Shame. Must have brought someone joy sometime. I find these puppets rather disturbing. Hát nem tudom, én olyan más nem látok. Kilakoltatási határozat. Rakjuk. Hát én most más itt nem látok, úgyhogy én fölmegyek az emeletre. Hát, ha ott van valami nyom. Elvégre emeletes házról beszélünk. Let's go. Vagy ez már padlás? So this oh. is his nest. Need to look around. Woman's likeness. Bit smudged. This is lover? I don't rightly know. Reminds me of someone. Who? Not sure. Can't help feeling I've seen that face before, though. Ez nem Vivian arca? Nem. Ez valaki másé. Nem tudom. Nekem nem tűnik annyira ismerősnek. Ki lenne ez? Megint ott a holló. Akkor az érzésem, ez az őrje lesz figyel minket ezekkel a madarakkal. Tools were used recently. Detlaf unwind by fixing toys between murders. Really now, Geralt, must you? Nice tune. Indeed. I'm not certain why, but it reminds me of home. Our true home from before the conjunction of spheres. Érdekes hobbi tőle. Hát én volt javít. Miközben embereket van. Na, úgy tűnik a célpontjait megnevező levelek. Ez már egy... Igen, csak fontos nyom. Count Crespi, Count Dulac, Milton de Peyrac Peyrin, Count Delacroix. Detlaf's victims, one and all. But that's not his hand. All of it written using the same ink. Akkor valaki még tudhat erről. See the color? Ink was dyed with cinnabarite. Rare mineral, pretty much found only in... Nazaire. But I fear it means very little. Anyone could have imported such ink. Fair enough. Still worth remembering. Look, this slip is stained. With wine. Not much to go on either. Especially not in Beauclair. Perhaps. Yet perhaps also worth remembering. Többium kell, keresünk tovább.
Still got nothing, basically. Need to look around some more. Let's get to work. Valami nyomnak mi biztos lenni kell, ami előre vezet. Na, ez mi itt? Gyanús levél. Detlaf van der Eretain, you do not know us, but we know you to be a vampire. We know also of your weakness for the wench they call Renewed. Now you know this. We shall chain her down and let rats feed on her. We shall flay the skin from her flesh. Yet you can save her. You need but travel to Beauclair, where you shall slay 5 men in the manner we prescribe. You must complete the killing in 3 days. Fail, and the next letter you receive will contain a memento of your failure. Your beloved's finger. There you have it. Proof positive that Clark killed not of his own accord. A blackmailer sunk his claws into him. De mégis kik lehet azok? Kik lehetnek ezek a zsarolók? Vagy miért teszik mindezt? Any idea what it could be? Detlaf have any enemies? Indeed. Detlaf gains foes occasionally, but they never live long. One might have managed to evade him. Possible in theory, but I know of none. It would have to be someone devilishly dangerous. As you well know, having faced Detlaf yourself, whoever it is someone new. Vajon ki lehet az? És ki ez a Renewed? Who's Renewed? His one-time lover. The sole human woman with whom he was very close. Akkor lenne az a rajz. Róla lenne a rajz. With her aid and care, he found a place for himself in this hostile world. She began the work that I strive to continue. Ever meet her? Never had the pleasure, alas. She deserted him a time before he came around to save me. Though he always claims she gone missing. Miért emlegeti eltűntként? Why do you think that? Any signs or clues to that effect? None to be found. Apparently she disappeared one day. Her belongings disappeared with her. Not a scenario one associates with kidnapping. In my humble opinion, she left on her own. Scared off perhaps by a bout of Detlaf's rage that revealed his other, more monstrous side. Detlaf have trouble letting go, accepting that she'd left him? Is that so hard to believe? Do you know no humans who've struggled with just such a thing? And Detlaf is so much more emotional than most humans. Not only was she his beloved, his lover, his mate, she was a member of his pack. And one never leaves one's pack voluntarily. Detlaf nem kereste őt. Detlaf ever try to find her? I mean, if she was that important, higher vampires have their ways, all kinds. Should have been easy as pie for him. Geralt, as you rightly noted, we are vampires, not miracle workers. He searched for months on end before giving up. Clearly, Renewed knew him all too well, enough to cover her tracks, leave no way for him to find her. Ez a Renewed is egy igen csak komoly eltűnő művész. Na, úgy fejlődöttem, valószínűleg elrabolhatták. Even if Renewed did abandon him that time, looks like someone's actually kidnapped her this time. Hard to argue with that. And hard to foresee what he's prepared to do to free her, get her back. He's prepared to kill, that's clear. As would you be for Yennefer. He kills, for he cares for her deeply. And that blood, those individuals, they mean nothing to him. Yeah, I get it now. He's out to rescue a female from his pack. Exactly. Akkor kezd összeállni a kirakós darabjai. Csak én annyira azt nem értem, hogy akkor ahhoz, hogy keresi ezt a nőt. De ez tulajdonképpen akkor miért is kellene ezeket a sorozatos gyilkosságokat végrehajtania? Vagy mi köze lehet mondjuk azoknak az alakoknak, akiket végzett? Mondjuk Miltonnak. Mi köze van ehhez? Ja, megölte ezt a grófot is, ott ugye írták azt is. Azt még meg is értem, azt nem is bánom, hogy az meghalt, mert hát végül is emlékeztek ugye a boros birtokokon is mit művel, tenyésztette azokat a húsevő növényeket. De igazán érdekelne, hogy mégis ki lehet a zsarolója ennek a Detlafnak. Blackmailer. And I'm curious who it could be. Why is that? Regis.
Somebody kidnapped a vampire's lover. Bold to begin with. Now they're forcing the vampire to kill. A vampire you yourself insisted no murderer. Blackmailer's skilled. Someone special. Astute. Valaki, aki jól ismeri őt, és a fajtáját is. It's not one of your kind. Another vampire. Precisely. The plot thickens. Just a hypothesis. Wouldn't set my heart on it till we know more. Right you are. Hát, általában ez olyan szokott lenne, mindig az a tetes, akire nem is gondolnánk. Remélem, hogy a régész az, bár megfordult a fejembe egy pillanatra, hogy lehet, hogy neki is köze van hozzá, de hát nem, azért őt ne gyanúsítsuk meg ilyennel, de tényleg bárki lehet, akinek egy kis apró tudomásra is van róluk. Hát nem tudom. Tekintjük át az eddigi információknak az összességét, hogy mit is tudunk az eddigiek alapján. Let's sum up what we know. Seems Detlef's being blackmailed. Someone's been feeding him his victim's names. Ja, akkor megadták neki, aha, értem. And not in his handwriting. Not much. But enough to ascertain Detlef's innocence, clearly. Hát egyet értek. Actually it is. Detlef's being manipulated. Some lunatics turned him into a tool, making him kill. So it would seem. But this illuminates a path of action for us. We must find Renewet. Render the blackmail senseless. The lunatic or Tix will thus lose hold on Detlef. That's one idea. Could be worth a shot. But what about Detlef? He gonna go on killing while I'm out searching for his lover? He will not. I shall convince him to stay his hand. Assure him you're a friend seeking to help. I'll await him here. He's sure to return sooner or later. Think he'll listen? He will. Ought to wait with you, maybe. No, he'll sense you from a mile off. Simply fail to appear. I'd better stay alone. You must trust me on this. Fine. Need to report to the Duchess first. So be it. We'll await you here. Detlef and I both. So, akkor jelentsük az eddigi megszerzett információkat. A gyönyörűséges Anna Henrietta úrnőnek. Hát akkor irány a palota. Gondolom, hogy a legfőre föl kell mennünk. Na, amúgy se jártunk még ott fönt. Mindenképp szándékoztam már oda fölmenni valamelyik részben. Azzal már én most megköszönöm a figyelmeteket, ugyanis eléggé hosszú nyúlt így is ez a rész. Csak innen fogjuk folytatni, a következő részben tehát fölmegyünk a palotába, és jelentjük a hercegasszonynak, hogy milyen információkat tudtunk meg a gyilkos kilétéről. Egyre csak bonyolódik ez az ügy, ami mindenképpen jobbá és izgalmasabbá teszi a sztorit. Nekem eddig nagyon tetszik, úgyhogy remélem, hogy ti is így vagytok ezzel. És akkor innen fogjuk folytatni a következő részben. Megköszönöm a figyelmeteket, addig is pedig mi találkozunk legközelebb. Sziasztok!